az állítólag mai műsorában. A bírálatokra reagálunk. A mítoszok leleplezői újból harcba indulnak. Hogy kihívják bírálóikat. Van még valakinek bármilyen javaslata? Vajon a fatáblával ejtőernyőző építőmunkás csak mese volt? A felrobbant benzintank is csak humbug? És a robbanó kóla? Hát a légkondicionáló, vagy a séta az esőben? A lövés sem röpítette el az áldozatát? A bírálatokra most egyenként válaszolunk. Most visszavágunk, és a visszavágás ilyen lesz. Kik a mítoszrombolók? Adam Savage. A mások valóságát én a magaméval helyettesítem. És Jamie Heineman. Vagy meghalunk, vagy elszállunk. Több mint 30 év gyakorlattal a különleges effektusok terén. Ez jó nagy volt. Nem csak gyűjtik a mítoszokat, de próbára is teszik őket. Állítólag 38. rész. Az egyik dolog, amit a legtöbbre tartok sok más tévéműsorral szemben, az, hogy mi hajlandóak vagyunk ismételni, és bevallani, ha tévedtünk. De mennyire? Az ismétléseket szeretem a legjobban. Most melyik jön? A lövés, amelytől elszállsz. Mi a fenét rontottunk el ebben a részben? Lehetséges, hogy egy lövéstől elszállhatunk. Mítoszrombolóink szerint nem. Egyes nézők azonban ezzel nem értettek egyet. A csapat először egy kampóra akasztotta a célbábut, így annak súlypontja nem ott volt, ahol az emberi. A mellkasa körül kellett volna rögzíteni. Bár mítoszrombolóink bemutatták, hogyan kell létrehozni a légáramlat effektusát, önök közül egyeseket nem győztek meg. Akkor hogyan kell helyesen rögzítenünk? Más szerkezetet kell kitalálnunk, amely a súlypontjánál tartja meg a testet. Azt hiszem, erre Torit kell megkérnünk. Nem lehet olyan nehéz. És a rendelkezésünkre álló legnagyobb lőfegyvert kell használnunk, vagyis egy 50-es kaliberűt. Igen, ha azzal nem sikerül, akkor semmivel. Egy puska gránátvető biztosan megtenné. Ám a mítosz egyszerűbb lőfegyverekről szól. Először Buster súlyponti felfüggesztését kell megoldani. Csupa csont és bőr vagy. Tori és Grant a korábbi állványt használja fel, de most másképp erősítik hozzá Bustert. A mellkasától fogok egy rudat vezetni az eredeti kerethez. Így a legkisebb erő is hátra fogja lökni. Ez esetben Bustert a mellkasánál függesztik fel, pontosan ott, ahol majd a lövés éri. Így a golyó minden energiája az elfújásra összpontosul. Most az a kérdés, hogy mennyi erő kell a fellökéséhez. A csapatnak azt kell bebizonyítania, hogy ha a legkisebb erő is fellöki a bábut, akkor egy nagy energiájú lövedéktől egyenesen elszáll. Egy kesztyűvel akarod fellökni? Vigyázz, hogy ne sérüljön meg. Ez szuper volt. Talán mindkét kesztyűvel kellene. Ha a kesztyű jó, dobd meg vele. Oké. Hűha. Most jöjjön valami nehezebb, mondjuk egy acélcsavar. Ez teljesen átrepült. Ott esett le. Szép lövés. A kesztyűt elvetik. Tori a baseball labda mellett dönt. Ez az. Ez volt Buster harmadik dobása. Csak kipróbáltam az állványt. Ha egy baseball labdával ki tudom ütni a bábut, akkor egy lövedék még nagyobbat üt. Meglátjuk, hogy repül-e másfél métert. Busternek jelenése van a lőtéren, ezért a lehető legjobban kell kinéznie. Toritól új fejet kap, miközben Curry kivágja a golyóálló lemezt. Az áthatolhatatlan acél biztosítja majd, hogy a golyó teljes kinetikai energiája Buster testén összpontosuljon. Ha sikerül a golyó összes energiáját felfognunk ezen a lemezen, és Buster mégsem repül hátra, akkor egyértelműen kimondhatjuk, hogy ez a mítosz végérvényesen megdőlt. A helyi lőtéren készülnek e mítosszal végleg leszámolni.
Ahogy legutóbb, Busterre most is nagyjából 8 méter távolságból fognak lőni. Ez a halálos lövések átlagos távolsága. Az állványt felszerelték, ideje egy gyors próbát tartani. Próbáld meg eltalálni a bábút a labdával. Nem volt igazi gyors lövés. Miért nem próbálod meg? Oké. Lássuk a Belletti féle gyors lövést. Első dobás. Úgy láttam, mintha egyenesen leütötte volna. Igen. Aztán felpattant a nyakához, ő meg összecsuklott. Ez tökéletes. Az egész állványt ezért terveztük. Mielőtt Buster a kivégző osztag elé állna, golyóálló mellényre van szüksége. A csapat kedvéért kész felvenni. És most jöjjön a lövés. Rendben, egy 12-es szarvasölő golyó. 6 méterről. És 3, 2, 1. Leesett a feje. Az áldozat már halott lenne. Mégsem volt igazi hollywoodi pillanat. Hát nem repült 2 métert. Így van. Csak összeroskadt. Csak helyben eldőlt. A lába pontosan ott van, ahol volt. Igen. Csak az egyik eltört. A lassított felvétel megmutatja, milyen végzetes lövés lett volna. Láttátok a becsapódó golyót? Én láttam, ahogy lecsúszott az állványról, és körülbelül 2,5 centit hátra mozdult. Az előző próbánál is így volt. Lelőttük és kész. Ez volt a szarvasvadász golyó, és a súlyponti felfüggesztés, ahogy előírták. A mítosz megdőlt. Térjünk át az 50 kaliberesre. A retteget 50 kaliberes. Szegény Busterre megint nehéz nap vár. A mítosz rombolók meghallgatták a kifogásokat. A csapat feladata most az, hogy választ adjon a bírálóknak. Tehát futás az esőben. Ezzel mi volt a baj? Nyilván az a probléma, hogy nem igazi esőben csináltuk. Amikor először áztak bőrig a tudomány kedvéért, szexinek érzem magam. Akkor mesterséges esőt használtak, és a nézőknek ez nem tetszett. Az eső hamis volt. Szerintem ki kéne várnunk egy jó kis zuhét, és akkor kellene megismételnünk a tesztet. És talán kétszer akkor a távon kellene futnunk. 3 futás és 3 séta adatait kellene összevetnünk. Kezdjük az elején. Egy kis latex. A fiúknak gumiruhába kell bújniuk. Jamie nagyon szexinek érzi magát benne. Minden hétvégén felveszi. Bejöttem a műhelybe, amikor azt hiszi, egyedül van, itt illegeti magát. Igen? Elképesztő. Miután beöltöztek, készen állnak az esőtesztre, amely a sétával kezdődik. Ahogy az eredeti tesztnél, most is lemérték száraz kezes lábasuk súlyát. Miután sétáltak egyet az esőben, újból lemérik, hogy lássák, mennyi vizet szívott magába. Ezúttal ezt a sapkájukkal is megteszik. Kezdek átnedvesedni. A gumiöltözék megakadályozza, hogy saját verítékük beszennyezze az eredményt. Oké, ha levetitek, le kell mérni. Igen. Adam átázott ruhája 20 grammal lett nehezebb. Most jön Jamie, börtönlakó szerelésében. Bírálók elhallgattatására mítoszrombolóink tovább járják útjukat. Minden úgy megy, mint a vízfolyás. Ám amikor futni kezdenének, katasztrófa történik. Az eső eláll, kisüt a nap, ami az egészet elrontja. Legalábbis egyelőre. Hát ez nem sikerült. San Francisco időjárása kissé túlszeszélyes. Ezért használtunk először mesterséges esőt. Na tessék, kifutottunk az időből. Segítségre van szükségünk. Tori, Grant, gyerünk! Fel kell venniük a sejem ruhát. Bizony, bizony. Szuperhősök lesznek. Ti kimostátok ezeket? Minden rendben. Rendben. Most már az újonc csapatnak kell pontot tennie egy nyálkás nyúlós történet végére. Bár ők nincsenek nagyon elragadtatva az ötlettől. Miért csináljuk ezt újra? Jamie és Adam már elvégezte a kísérletet.
Igen, de akkor mesterséges esőben, ellenőrzött körülmények között dolgoztak. Most az anya természet szeszélyei közepette vizsgáljuk meg a dolgot. És miért nem ők csinálják? Mert nem akarnak megint elázni. Én sem. 37 és fél. Egy jó pont. Bár ők szünetet tartanának. Engedelmesen kijelölik a 30 métert az eredeti tesznek megfelelő távot. De nem állíthatjuk, hogy az eső zuhog. Lessük az esőt, és amint elered, rajta. Készítsünk elő mindent, hogy csak bele kelljen ugornotok a ruhába. Tegyük oda! Olyan furcsa érzés. A látvány még furcsább. Ne mondj semmit! Én nem tudnám, hol kezdjem. Ezúttal, miközben egyikük fut, a másik gyalogol. Így ugyanaz az eső éri őket. Jól van. Kész vagy? Igen, először is melyikünk mit csinál? Itt van egy vázlat. Én gyalogolok, és te? Én futok. Oké. Helyes. Start! És állj! A ruhákat levetették és megmérték. És az eredmény? Thorier 24 másodperc gyaloglás után 10 grammal, Granté 10 másodperc futás után 8 grammal lett nehezebb. Oké, okay. Jön a második teszt. Te futsz, én sétálok. Aha. Az újonc csapatnak hosszú, vizes és időnként sanyarú délutánja van, de nem hagyják, hogy egy kis eső megzavarja a parádét. Négy további próba után már elég adatuk van ahhoz, hogy megfeleljenek a bírálóknak. Na srácok, sok befutásotok van? 6-szor futottunk, és más eredményeket kaptunk, mint te. Tényleg? Szerintünk a futó kevésbé ázik meg, mint a gyalogló. Igen. Kiderült, hogy a futó átlagosan 4 grammal kevesebb vizet vesz fel, mint a gyalogló. Ti több mintából dolgoztatok, és úgy vélem, hogy a mi mesterséges esőnk bizonyos művi vonatkozásai elferdítették az eredményeket. Elfogadom, hogy ezt a mítoszt igazoltátok. Azt hiszem, esőben jobb futni, mint gyalogolni. Szép munka volt. Köszönöm. A bírálóknak tehát igazuk volt. A mítosz beigazolódott. Lássuk a robbanó kólát. Igen, ez a robbanó tészta történet egyik variációja. Ez már megvolt. Az ismétlések ismétlésével egészen posztmodernek leszünk. Mit hoztunk ki belőle? Vagyis mit hoztatok ki belőle? Mítosz rombolóink eredetileg tésztát tettek egy forró autóba, hogy megfigyeljék, hogyan robban fel. Az ismétléskor aerozolokat és kólás dobozokat használtak, de nem történt robbanás. Csak a sütőben tudták felrobbantani őket. Hát persze! De Adam túlságosan türelmetlen volt. Túl gyorsan összecsapta az autós kísérletet. A kóla 60 Celsius fokon robban, de ennek eléréséhez idő kell. Tehát egy doboz szénsavasita robbanásig hevülhet az autóban. Melkulpa. A mítosz igazolódott. Ez az? Nem. Sokan reagáltak. Az egyik mítosz párti még azt is megírta, hogy milyen színű autót ajánlatos használni az ilyen balesetek megelőzésére. Vajon mi ment meg bennünket attól a lidérces nyári hőségtől, amikor a verejték úgy folyik rólunk, mint a szaunában, és a forró aszfalton a vacsorából pirítós lesz? Hogy úszhatjuk meg a hőgutát és a szénsavas italt tartalmazó dobozok felrobbanását? Egy fehér, vagy egy fekete autóban? Ez két egyforma autó, csak az egyik fehér, a másik fekete. Kívülbelül egyformák, csak a színük más. Szép napsütéses időben kínhagyjuk őket a napon, és megnézzük, melyikük forrósodik át hamarabb.
A hőmérőket beállítottuk. Kezdjük a kísérletet. 9 óra van. Ellenőrzöm a két autó hőmérsékletét, feljegyzem, aztán fél óra múlva visszajövök, és megnézem, van-e változás. Ez már 32 Celsius fokos. A fekete autó gyorsabban melegszik. A mítoszt tovább érleljük az egyre erősödő napon. A lőtéren eközben nem nyughatnak a gonoszok. Bustert, akit meglegyintett, de nem sodort el a lövés szele, most előkészítik az 50-es kaliberű próbához. Feje és lába a helyére került. Most egy acéllemezt is kap a mellére, hogy a lövedék teljes ereje a súlypontját érje. Láttad az 50-es kaliberű lövedékeket? Ez igen. Szuper! Olyan, mint a gyalogkakukban a banánlövedék. Ja. Hatalmas! Kis rakéták. Vajon lesz alkalmunk kilőni őket? Nem lesz. Ez a megtiszteltetés a tulajdonost Bryant illeti, akinek még nem volt alkalma lőni velük. Miért nem lőttél még velük? Mert a helyi lőtávokhoz ez túl erős, és a területet az év 6 hónapjában mocsár borítja. Izgatott vagy? Persze. Nehéz otthon tartogatni, és csak úgy nézegetni őket napról napra, estéről estére. Nem, mintha tényleg ezt tenném, de jól hangzik. Jegyezzék meg, maradjanak tisztes távolságban Brian házától. Ez Buster utolsó fellépése. 3, 2, 1. Ez félelmetes volt. Buster megint elterült, de a lövés nem sodorta el. A csontjaim is beleremegtek. Most is érzem. Vajon mennyit fogott fel a bábú a lövedék gyilkos erejéből? Na nézzük. A lövés pontosan a súlypontjánál érte Bustert, és átlyukasztotta a lemezt. Nézzétek meg ezt a deformációt. Hatalmas kinetikai energiát kapott. De hol a golyó? Úristen. Várj! A gerincébe fúródott. Ez az? Ez a lövedék. Buster felfogta az 50-es kaliberű golyó teljes erejét, de csak összeroskadt tőle. A mozgási energia 100%-a érte. Mégsem szállt el. Szerintem ezt a mítost újból leromboltuk. Igen, elégedett vagyok a látvánnyal. Nézzük meg a lassított felvételt. Teljes 6 centit mozdult el hátrafelé. Ha egyáltalán... Nem repült hátra. Nem. Nem repült hátra. Napirendre térhetünk a mítosz fölött, ugye? Van még valakinek valami jó ötlete? Mert szerintem megoldottuk a kérdést. Jó, mondjuk ki, hogy nem szeretnénk lövést kapni, de az biztos, hogy nem repülnénk tőle át a szobán. Ilyet tehát nem utassanak a filmeken. Ha a valóságban ilyen nincs, akkor hamis. Azért, mert az is. Hollywoodban mégis szeretik az ilyesmit. A régebbi filmeken, amelyek még e trükk előtt készültek, a szereplők csak összeestek. A mítosznak végül a fizika adja meg a kegyelemdöfést. Newton harmadik törvénye kimondja, hogy minden hatás azonos mértékű ellenhatást vált ki. Ha Buster a lövéstől elszállna, akkor lövészünk is ugyanilyen távolságra repülne hátra. Mindig elképedek, mennyire felbőszíti az embereket, ha azt hiszik, hogy valamit elhibáztunk. Örülök, hogy megismételtük a kísérletet, de nem hiszem, hogy feltaláltuk volna a spanyol viaszt. Vagy igen? Nem, megint beszéltünk egy szakértővel, az FBI egyik bűnügyi helyszínelőjével, és ő is megerősítette, hogy ez lehetetlen. Tehát a mítoszt újból megcáfoltuk. Egy lövéstől nem szállhatunk el. A mítosz megdőlt. A következő ismétlés egy félelmetes amatőr repülés lesz. Egy rendkívül szerencsés építőmunkás, akit a szél lefújt a tetőről, egy rétegelt lemezbe kapaszkodva puhán ért földet több emeletnyi magasságból. Vajon mit kifogásolnak a mítoszpártiak? Valami olyasmit, hogy nem vettük figyelembe a felhajtó erőt. De figyelembe vettük, ezért használtuk a húzókötelet. Számomra teljesen világos volt, hogy a szorítókapcsok nélkül egy erősebb szél kitépi a kezünkből a táblát.
E húzóköteles kísérletek mellett a csapat Busterrel szabadesési próbákat is végzett. A fatáblával felszerelt bábú egyszerűen a halálba zuhant. Ám amikor a szélhatását vizsgálták, a nézők túl kicsinek találták az elért sebességet. Noha a táblát már 22,5 km per óránál is lehetetlen volt irányítani. Felejtsük el a fatábla irányítását, ez lehetetlen. Amikor a csúcsmagasságban hozzá akartam nyomni a fejemet, nem értem el. Ez mindenütt így van. Jamie, mi a terv? Csináljuk egyszerűen. Használjuk a teherautót platóját. Oda fogunk erősíteni. Fogod a táblát, felgyorsulsz, és megnézed, hogy a szög változtatása növeli a felhajtó erőt, és hogy milyen sebességnél csúszik ki a kezedből. Igen, ez biztonságosnak tűnik. Elvetik a lassú húzóköteles tesztet, hogy a földön tegyék próbára a mítoszt. Tori egy tartórendszert épít a teherautója platójára, amelyhez hozzászíjazva egy rétegelt lemezt fog a feje fölé tartani. Grant vezeti az autót, miközben Tori a tábla szögével és az emelkedéssel kísérletezik. Így fogom tartani a fatáblát, és meglátjuk, meddig bírom. Torinak már csak az állványt kell felerősítenie a kocsira. Oldalirányban nem fog ide-oda csúszkálni. De nézzétek, erre felé csúszik. Ebből még nagy baj lehet. Ebből nem fatáblás kísérlet, inkább halálos baleset lehet. Belefúródhat a platóba. Ez az én teherautóm, így nem csinálom meg. De nagyon úgy néz ki, hogy mégis megteszi. A mindenre elszánt Tori elindul a reptérre. Két dolgot vizsgálunk. Egy. Az erőhatás szögének változtatásával fel tud-e emelkedni? Kettő. Milyen sebességnél nem képes tovább tartani a táblát? Kiderül, hogy a tábla megtartása bármilyen sebességnél nagy küzdelmet jelent. Nem tudom, azt hiszem fájni fog. Minden, amire készülünk, katasztrófával járhat. Itt van Tori, aki végül mindig megsebesül. És a tervünk is eléggé elnagyolt. Tori azonban láthatóan nem aggódik, pedig ő viszi vásárra a bőrét. Szerintem ez több, mint veszélyes. Remek. Első a biztonság, haver. Ki teszi fel? Torinak nagyobb védelemre lesz szüksége, mint a mítosz szereplőjének. Kész vagy? Ez fáj. Mi a fenét csinálsz? Bocs. És én vagyok a rossz. A beöltözött és beszíjazott Tori kész kockára tenni életét és testi épségét, hogy választ adjon a bírálóknak. Kész vagyok. Kérem a táblát. A bírálatok hatására mítoszrombolóink megpróbálják kideríteni, melyik forróbb, a fehér vagy a fekete autó. Délelőtt 10 óra van. Egy órája folyik a kísérlet, és a fehér autóban 42 Celsius fok van. A fekete kocsi 49 Celsius fokos. Elképesztő, milyen hamar átmelegszenek az autók. Ahogy a dolgok forrósodnak, az autókat otthagyják, hadd főjenek magukban, és áttérnek egy másik régi, de érdekes témára. Most mi jön? A dekompressziós robbanás ismétlése. Ó, az egyik kedvencem. Azt hittem, jól megoldottátok. Sok e-mail állítja az ellenkezőjét. Adam és Jamie úgy vélte, bebizonyították, hogy a filmeken látottak ellenére a repülőgépben egy lövés nem okoz dekompressziós robbanást. Egyes mítosz pártiakat mégsem győztek meg, mert a csapat a földön végezte kísérleteit. A kétkedők azzal érveltek, hogy a levegőben más eredményt kaptak volna. A golyóütötte lyuk olyan nyomáskülönbséget idézett volna elő, hogy a repülőgép darabokra szakadt tőle. Itt az előző kísérlet egy maradványa. Egy ajtó, még egy lyuk is van benne. Tökéletes. Az ajtó köré egy kamrát építünk, és a szélcsatornában levegőt fújunk rá. Addig, amíg világosan nem látjuk, hogy a lyuk fölött áramló levegő jelentős szívóhatást hoz elétre. Torinak a DC-9-esből megmaradt ajtó köré egy légmentesen zárt kamrát kell építenie.
Miután elkészült, a kamrát füsttel töltik meg, és az egész szerkezetet egy szélcsatornába teszik. Aztán bekapcsolják a szelet, hogy a repülőgép körül áramló levegőt imitálják, és megfigyelik, vajon ez kiszívja-e a füstöt az ajtóban lévő lyukon. Tökéletes! Miután a DC-9-es kamra dobozát megjelölték, lezárták, és a szélcsatornához vitték, jöhet a füst. Hogy a kísérlet látványosabb legyen, Tori akrilát dobozába kétféle füstbombát teszünk. Az egyik fajta a professzionális füstgránát, a másik pedig a kínai negyedben kapható olcsó kis füstbomba, amelyik egy kis színt ad. Karira mindig számíthatunk, ha a csapat munkáját egy kis nőiességgel kell fűszerezni. Hát nem gyönyörű. Kikapcsolt ventilátornál nem jön ki a füst, mert a dobozban és azon kívül egyenlő a nyomás. És ha bekapcsoljuk a ventilátort? Most nézzétek! Nézzétek! A szívóhatás! Kezdi kiszívni a levegőt. És ha kikapcsoljuk, a füst nem jön át. Ez remek, rendben, a dolog működik. A szél tehát kiszívja a füstöt a dobozból. De miért? Ha beindítjuk a ventilátort, a levegő végigfut a doboz fölött, és pontosan a lyuknál kis nyomású zónát hoz létre. Mivel a levegő mindig a nagy nyomástól a kis nyomás felé mozog, a dobozban lévő füst kiáramlik, amikor a levegő elhalad fölötte. A kiáramló füst azonban inkább csak látványos elem, ezért úgy döntenek, hogy megmérik a levegő sebességét. 4,6 mérföld per órát kaptunk. Az nem túl nagy. Az 561 mérföld per óra sebességgel haladó DC-9-essel mi történik? Sokkal nagyobb sebességgel. Szerintem gyorsabb szélre van szükség. Ami a gyors szelet illeti, térjünk vissza a fatáblás kísérlethez. Ennél Tori azt készül megtudni, képes-e úgy felszállni, mint a mítosz szereplője. Az előjelek azonban nem kedvezőek. Tori, most nem láthatod, de három keselyű van a kifutón. Tori az optimális emelkedési szöget akarja megtalálni, és talán együtt repülni a keselyükkel. Három, kettő, egy! 15, 20! A felemelkedéshez Torinak a feje fölött tartott táblát az ellenszél felé kell döntenie. 35! Amelyet ez az anemométer mér. 40! De a szél már olyan erős, hogy nem tudja felemelni a táblát. Így mi, és lejti! 45 mérföld per óránál már nem tudja tartani. Tori nagyjából annyit tudott felemelni, mint egy ólomléggömb, de amikor visszahozzák a lehorzsolt táblát, mentő ötlete támad. Most mit akarsz csinálni? Először a fejem fölé tartom a táblát így. És amikor felgyorsultok, lejjebb engedem a szél irányába. Meglátjuk, fel tudok emelkedni. Oké, ez lesz a táblával a második próba. Ennél vízszintes helyzetből indulunk. Start! 10! 15! Leejtette. Úgy tűnik, a mítosz ismét megdőlt. Az épületek körül azonban jóval sebesebb széllökések alakulhatnak ki, mint ebben a kísérletben. Az Amerikai Építőmérnök Szövetség jelentése szerint a magas épületek körüli felszálló légáramlat sebessége elérheti a 90 mérföld per órát. A járókelők nem is tudják, hogy az égbe törő felhőkarcolók az utcán fújdogáló szellőt a magasban orkánná tudják erősíteni. A 9 mérföld per óra nagy sebességnek tűnik, ami jócskán megemelheti a táblát, és minél nagyobb a sebesség, annál erősebben kell irányítani. Tori egyelőre e sebesség egy hatodánál sem tudja megtartani a táblát. Át kell gondolniuk a dolgot. Egy másik klasszikus kifogás. Azt a próbát is elszúrtuk, hogy nyitott ablakkal autózni több üzemanyagba kerül-e, mint teljes légkondival. 50 mérföld, vagyis 80 km per óra sebességnél a benzinmutató szerint a hatásfok bekapcsolt légkondicionálóval nagyobb volt.
Egy analóg vizsgálat során 45 mérföld, azaz 72 km/h sebességnél a nyitott ablak nyert, és csapatunk az utóbbi eredményt tartotta pontosabbnak. Remélem, hogy ezt egyszer és mindenkorra eldöntöttük. De kiderült, hogy mindkét eredmény helyes volt. A sebesség növelésével a nyitott ablak húzata növekszik, ám bizonyos sebesség elérésekor a légkondicionáló válik hatékonyabbá. Kiderül, hogy ez az áttörési pont éppen a mi két vizsgálatunk közé esik. 50 mérföld per óránál van. E pont fölött húzzuk fel az ablakot, és jöhet a légkondi. Alatta viszont nyitott ablakkal, és ne légkondival autózzunk. Pontosan. Tehát kompromisszum született, ám az eredeti mítosz így is megdőlt. Közben az autók felhevültek. Egy óra van, 4 órája tart a kísérlet. Továbbra is pokoli a hőség. Mit mutatnak a hőmérők? A fehér autóban 126 fokot, a feketében 135-öt. 135 Fahrenheit fok 57 Celsius fokkal egyenlő. A fehér autó ez alatt 52 Celsius fokra melegedett. Miközben tovább hevülnek, Torinak a repülőépítő munkással van találkája. Ennek az epizódnak az ismétlése megőríti az újonc csapatot, de Karinak szerencsére támad egy ötlete. Az a baj, hogy folyton a gravitációval küzdök. A nézők még mindig nem hiszik el, milyen nehéz egy 120x240 centis táblát a fej fölött tartani. Ezért jó lenne, ha ezt ki tudnánk küszöbölni. Talán a tábla hátára erősíthetnénk egy támasztórudat, ami megtartaná. Itt csak a széllel kellene megküzdeni. Egy ilyen alátámasztással a gravitáció többé nem jelentene problémát. Torinak így nem kellene tartania a táblát. Tökéletes. Start! Csupán alatta kell várakoznia a levegőbe emelkedésre. 10, 15, 20! Tori a tábla alatt ácsorog, majd egy pillanatra felemelkedik, de most sem tud megkapaszkodni. 30! Sikerült! Őrületes volt! Igen. 39,6 mérföld per órára gyorsultál fel, és 30 mérföld per órától már repültél. Nagyon jól csináltuk, a teljes súlyommal fügtem rajta. A szél tényleg felemelt, de aztán kitépte a táblát a kezemből. Nem tudtad tartani magad? Nem. Azt hiszem, bizonyítottunk. Most már semmi kétség. Kiküszöböltük a gravitációt, csak a szél maradt, és így sem tudtad megtartani. Úgy érzem, tényleg bebizonyítottunk valamit. Na, hogy ment? Nagyon jól. Kiderült, hogy a táblát megfelelő szögben tartva fel lehet emelkedni. Tényleg felszálltam, csak nem tudtam tartani a táblát. Ugyanezt állapítottuk meg mi is. Tudjuk, hogy a nagyon magas épületek tetején nagy szélsebesség alakul ki, és hogy ez megemeli a fatáblát. Ebben sok mítoszpártinak igaza volt, de minden azon múlik, hogy tudjuk-e irányítani a táblát. És nem tudjuk. Tehát ez is megdőlt, igaz? Igen, ez is. Teljes mértékben. Szép volt. Köszönöm. Ismét megdőlt egy mítosz. A dekompressziós robbanás ismétlésén dolgozó csapat eközben kiszívta a levegőt a kamrából. Na, mi van a szívással? Volt egy kis zűr, de nem alakult ki nagy szívóhatás. Mekkora volt a szélsebesség? 4,6 mérföld per óra. Ez a baj. A rendelkezésre álló eszközökkel a lehető legnagyobb sebességet kell elérnetek, és legalább 3 mérésből kell leszűrnünk, hogy van-e összefüggés a külső szélsebesség és a szívás között. Vajon a lyuk fölötti gyors légáramlás okoz-e akkora nyomáskülönbséget, amely dekompressziós robbanáshoz vezet? Ideje adatokat gyűjteni. Az első méréshez Grant egy kis akrilát darabbal próbálja irányítani a ventilátorral keltett szelet. Kari közben egy barométert készített a szél által előidézett nyomáskülönbség mérésére. A vízszint elmozdulása mutatja a nyomáskülönbség változását. A ventilátor működik, és hála Grant igyekezetének a szélsebesség 5-szörösére nőtt. A szélsebesség 19,1. Láttok valami változást? Ó, egy egészen icipici változást. Bejelölöm. A nyomáskülönbség 0,2. Az nem túl nagy. Nem, azt hiszem, Adam nagyobb széllökést produkált.
még nagyobb szélsebességre van szükség, ezért felelevenítenek egy korábbi robbantást, Adam és Jamie sugárhajtású hátizsákját. A csapat most egy cink géptesttel tolja meg az ajtót, hogy jobban imitálják a repülőgép által keltett légáramot. 3, 2, 1! Három, kettő, egy! A rakétát sohasem tartották a legmegbízhatóbb repülőgépnek. Utálom a benzinmotorokat. Talán a karburátorok feltöltése segít. Ha nem tudják beindítani, akkor visszatérnek az első megoldáshoz. Akkor 3, 2, 1! Ez az, baby! Beindult és működik. De kiábrándítóan gyengén. A lyuk fölötti légáram sebessége még teljes gőzzel is csak 38 mérföld, azaz 61 km per órát ér el. És a barométer 1,3 centit mozdul el, ami alig 0,14 kilopaszkál nyomásnak felel meg. Meg sem közelíti az 561 mérföldes utazósebességet, amit el kell érnünk. Talán nagyobb sebességet érünk el, ha egy teherautóhoz kötjük. Ezt azonnal meg is teszik. Hogy a hármas pont adatait megkapják, a szerkezetet torikocsiához erősítik, és kimennek az autóútra. Ám a repülőgép sebességét így sem tudják elérni. Nem hiszem, hogy 90 vagy 100 mérföld per óra sebességgel tudunk menni, ahogy szeretnék, mert nem szabad. De azért megközelítjük. Talán 65 mérföld per órával, esetleg kicsivel gyorsabban mehetek. A csapat kiért az útra, de a tökéletesen síma és üres útszakasz keresésétől Kari teljesen kiborul. Gyerünk! Értsd meg, fontos tudományos munkát végzünk! Kari heves tirádája valahogy elsöpri a forgalmat, és ezt Tori alaposan kihasználja. Oké, felgyorsítok 65 mérföldre. A légáram 65 mérföld. Felmegy 70-re. A barométer elmozdulása 2,5-3,5 centi. A harmadik adat, a barométer 0,34 kilopaszkált mutat. Menjünk fel 85-re? Igen! Ideje leállni, mielőtt Tori olyat tesz, amit megbánhat. Na mi van? A kapott adatokból tényleg kimutatható a sebesség és a szívóhatás közötti összefüggés. A szél erősödésével a szívóhatás nő, de így is nagyon kicsi. Kiszámítottam, hogy egy golyóméretű lyuk ebben a magasságban 750 km per óra sebességnél csupán 0,1 atmoszféra nyomást hoz létre. Ha ezt hozzáadjuk ahhoz, amit Edemmel már kipróbáltatok, ami körülbelül 0,6 atmoszféra volt, ez sem okozna dekompressziós robbanást. A mítosz megdőlt. Megint. Megint. Egy újabb mítosz ellenőrzése és megdöntése. A parkolókban álló kemencéknél végzetes műszaki hiba történt. Mi van ezzel az órával? Megállt. Azt hiszem, megsült. A hőségben az óra megolvadt. Szerencsére van belőle pótlás. Mit mutatnak a hőmérők? A fehér autóban most is 52 Celsius fok van. A feketében 55 fok. Miközben a nap végigmegy az égen, a csapat tovább vesződik. Egészen sötétedésig. Ez az utolsó fél óra. Mennyi a hőmérséklet? A fehér kocsiban 46 Celsius fok van. A feketében 49. Megvannak a végső adatok is. Ideje levonni a következtetéseket. Úgy véltük, a fekete autó jobban felmelegszik, és így is lett. Egész nap melegebb volt. És a néhány fok különbség fenn is marad. Tehát milyen autót veszünk, fehéret vagy feketét? Akit zavar a hőség, vegyen fehér autót. Nyilván, fehér kocsi kell. Tehát megerősítést nyert, hogy hűvös racionalitással fehér autót kell választanunk. Mítoszrombolóink a bírálatok nyomán egyes mítoszokat megdöntöttek. Másokat nem, és volt, amit megerősítettek. Ám egy még hátra van.
Ez hasonlít ahhoz a történethez, amikor puskával belelőttünk egy benzintankba, hogy felrobbanjon, de ez nem következett be. A nézők azonban bánatunkra azt mondták, hogy a nyomjelző lövedékkel sikerült volna. De mi nem ezt a mítoszt vettük célba. A hollywoodi mítosz szerint egy lövedékből és egy benzintankból mindig robbanás vagy tűz lesz. Hollywoodban egy lövedék és egy benzintank általában a robbanással egyenértékű. Ám amikor mítoszrombolóink ezt maguk is kipróbálták, vagyis golyókat lőttek egy benzintankba, a mítosz szerte foszlott. Se szikrát, se gyulladást, robbanást pedig végképp nem idéztek elő. Legfeljebb azt vethetik a szemünkre, hogy nem végeztük el a klasszikus kettős támadást. Nem vizsgáltuk meg, hogy milyen lövedékkel idézhetünk elő robbanást vagy tüzet. Ez pedig a nyomjelző. De ez nem tiltott eszköz? De igen, ha csak nincsenek barátaid az FBI-nál. A fiúk megint Frank Doyle nyugalmazott FBI ügynök segítségét kérik a próba megismétléséhez. Frank, ezeket a lövedékeket te szerezted nekünk? Igen, ezek az 5,58 század milliméteres nyomjelzők. És hogy működnek? A lövedék narancssárga hegye foszfort tartalmaz, amely kilövéskor a levegővel érintkezve meggyullad. Ezért képes felgyújtani egy benzintankot. Jó, hogy kéznél vannak a tűzoltók. Az eshetőségek közül melyik a lehető legrosszabb? Szerintem a jelenlegi enyhe szél és a szárazság miatt a legrosszabb az, ha tűz keletkezik, ami felkúszik a dombra. Néhány kiszámíthatatlan lövedék katasztrófát okozhat. Rendben. Jamie a mesterlövész berakja a tárat. Betöltve. Először csak egy nyomjelzőt lőnek bele egy félig töltött benzintankba. Lövéshez készülj! 3, 2, 1. Szerinted eltaláltad? Nem tudom. Adam közelebb megy, hogy szemügyre vegye a kárt. Eltalálta? Ez biztos. Itt kb. 7 óránál. Fűszagot érzek, de láthatóan semmi sem gyulladt meg. Azt hiszem, be kéne tömnünk a lyukat, és le kellene adnunk több sorozatot. A lövés telibe talált, de nem történt robbanás. Grant betömi a lyukat, miközben Jamie felkészül, hogy az egész tárat beleeressze a tankba. Lövéshez készülj! 3, 2, 1. Jamie gyors tüzelésbe kezd. Egyik találat a másik után, de semmi robbanás. Aztán baj történik. Láttad, hogy a nyomjelző a földbe csapódott? Várj csak, a fűből füst száll fel. És a tank előső részéből folyik a benzin. Egy nyomjelző a földbe csapódott. A területet lezárják. A tűz és a csordogáló benzin nem a legjobb páros. Azt mondták, a legrosszabb eset az, ha a fű meggyullad. A tűz nem mehet túl az elkerített részen. A szél az autóút felé fúj. Bekövetkezett a legrosszabb. Mi a helyzet? Úgy néz ki, hogy nincs baj. Nem látok füstöt. Jó van, szuper. A veszély nem múlt el, de a mítosz megdőlni látszik. Élveztem, hogy kilőhettem egy egész tár nyomjelző lövedéket. Azt mondom, fiúk, fogjátok a fegyvereiteket. Egy csomó lőszer. Ez a maguké. Mindkettő? Persze. Köszi. A csapat, hogy elhallgattassa bírálóit, ösztűzre készül. Ha a tank ettől nem robban fel, akkor semmitől se fog. Rendben, mindenki töltött? Igen. Rendben, ki biztosít? Tűz tetszés szerint. Az utolsó állás bevétele csak nyomjelző lövedékkel. És a benzintank? Semmi, meg sem moccan. A mítosz ezúttal is megdőlt. Még 75 lövés, és a benzintank már olyan lyukacsos, mint a sajt.
Jamie azonban kissé távolabbról még egyszer megpróbálkozik vele. Ezek a nyomjelzők a levegővel érintkezve gyulladnak meg, és talán a csőből kirepülve ez most nem sikerül. Távolabbról kéne lőnöm. A lőállást 15 méterrel távolabbra helyezik át, és teljesen feltöltik a tankot. Grant biztonságos távolságból figyel. És 3, 2, 1! Szállnak a lövedékek, ismétlődik a régi történet. Ám egyszer csak végre meggyulladt. A lassított felvételen látszik a gyulladás pillanata. Robbanás nem történt, de talán azért nem, mert a tank már tele volt lyukkal. A nyomjelző meggyújtja a benzint. Egy zárt tankban a nyomás, a tűz és a megfelelő üzemanyag-levegő arány robbanást idézne elő. Ez tehát igazolódott, úgyhogy mindenki nyugodtan hazamehet pihenni. Miért nem szerzünk egy aknavetőt? Sokkal gyorsabban menne. Majd legközelebb. Valaki úgy is megírja, hogy srácok, aknavetővel biztos felrobbant volna. Akkor szerzünk egyet, felrobbantjuk a tankot, és jön az újabb kifogás. És ez így van jól? Mit mondjak erről? Először megcáfoltuk, aztán igazoltuk a korábbi eredmények feladása nélkül. A nyomjelzőtől tényleg felrobban a benzintank. A mítoszrombolók tehát megint lezárhatnak egy aktát. Legalábbis egyelőre. Narrátor Kárpáti Levente. A magyar változatot a Mafilm Audio Kft. Készítette.